Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket! Sok szeretettel köszöntöm a Dorcit, meg Marci. Hol van Marci? Szia Marci, Dorcit látom. A két főszereplőnek sok szeretettel jön a következő dal, de előtte szeretnék egy dolgot mondani. Képzeljétek el, gyerekek, és képzelj el a tisztelt közönség, illetve átfordítom, jó, inkább kérdést teszek fel. Ki tudja, hogy Elvis Presleyvel kapcsolatban a mai nap miért jelentős? Tehát január 8-a. Így van, 81 éves lenne ma, Elvis Presley, ha élne. Képzeljék el, úgyhogy nem csak a két főszereplő fiatalok miatt vagyunk itt. Ő miattuk vagyunk itt, mert ők a lényeg, és ő nekik tisztelünk és segítünk. Viszont ezt el kellett mondanom, hogy ma ünneplik világszerte Elvis 81 éves születésnapját. Budapesten, nagyvárosokban, az országban, mindenhol. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, elhoztam önöknek Elvis Presleynek a két leghíresebb rock'n'rollját, és a harmadik dalról majd szeretnék valami különlegeset mondani, mert ez egy olyan dal, ami kapcsolódik a mi két főszereplőnkhez, a két gyerekhez. Úgyhogy következzék először a Don't Be Cruel. És hangot kérjük a zenére. Telephone, don't be cruel to Harlan Church. Little baby, if I made you mad for something I might have said, please let's forget the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to Harlan Church. I don't want no other love, maybe just you. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to Harlan Church. Why should we be apart? Really lonesome, you made me cross my heart. Let's walk up to the bridge. Let us say I do. Hey, you know you have me, and I know that I have you. Don't be cruel to the truth. Why should we be apart? Really loves you, baby, cross my heart. Don't be cruel to our truth. Don't be cruel to our truth. Hey. Köszönöm szépen, és szóval a következő dal a két főszereplőnkért. Elvis Presley egyik leghíresebb dala, és szeretném, ha kitalálnák, hogy melyik ez a dal. Elvis Presleyt a filmjében letartóztatják, és bekerül valahol. Nagyon jó, így van, következzék a börtönök. És akinek van kedve, nyugodtan táncolja. Spider-Man, page and a saxophone. I need your blood on a
köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. És most szeretném önöket mind megdicsérni, akik itt vannak ma este, hogy segítenek ennek a két nagyszerű fiatalnak, és hogy olyan is úgy gondolták, hogy érdemes ez az ügy, érdemes ezért összefogni. Ebben a világban, ahol a széthúzásra jellemző a világszerte, önök összefogtak és segítenek a két gyereknek. Hoztam egy olyan dalt, amit Elvis Presley 1970-es években énekelt, és már akkor nem a rock and roll királya szó volt rá jellemző, hanem az istenkereső Elvis, amikor Istenhez fordult, amikor elhagyta a felesége, amikor problémák nehezettek rá, ekkor fordult Istenhez, és a dalban sokszor el fog hangozni az, hogy Glory, Hallelujah, ami azt jelenti, hogy dicsérjük Istent. Én ezzel a dallal szeretnék imádkozni a két gyerekért, hogy jöjjön össze nekik annyi pénz, hogy sikerüljön ez a műtét, és hogy ez a jótékonysági koncert folytatódjon, hogy több legyen annyi pénz, hogy ők teljesen meg tudjanak gyógyulni, hogy következzék Elvis egyik ilyen lelki dala, amit most külön a gyerekeknek szeretnék elénekelni. American Trilogy. Oh, how I wish I was in a land of cotton. Soon we'll be old.